Rendszeresen felülmérik az MSZP és a Jobbik népszerűségét a kisebb közvéleménykutató intézetek, erre mutatott rá az M1-nek nyilatkozó szakértő. Az ügy hátterében szerint a politikai összefonódások állhatnak. A választói hajlandóságra ugyanis motiválóan hat, hogyha egy párt és annak jelöltje jól szerepel a méréseken, tette hozzá. Politikai összefonódások okozhatják a közvéleménykutatások látványos eltéréseit, erről közölt cikket a Magyar Nemzet. Alap szerint, amíg a legtöbb nagy cég Tarlós István egyre nagyobb támogatottságáról számol be, addig a kisebb intézetek egyre zsugorodó különbséget mérnek a főpolgármester és Karácsony Gergely között. Nem először fordul elő, hogy a választási kampány hajrájában jelentős eltérést mutatnak a közvéleménykutatások adatai. A tavaly áprilisi parlamenti választások előtt például a Publikus és a Republikon is jóval a 3%-os hiba határon túli mértékben jósoltak kedvezőbbre az MSZP párbeszéd szereplését. A 18, illetve 19% helyett végül alig több mint 12%-ot ért el a baloldali pártszövetség. A Jobbik esetében az iránytű intézet 25%-ot mért, ám végül 20%-ot sem ért el az ellenzéki párt. Idén májusban pedig mindhárom közvéleménykutató hasonló mértékben tévedett az említett pártok javára. Ez egyfajta kampányeszközként szolgál. A kisebb közvéleménykutatók rendszeresen felülmérik az MSZP és a Jobbik népszerűségét. Erről az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója beszélt az M1-nek. Farkas Őrs azt mondta, a kiugróan magas adatok kampánycélokat szolgálnak. A választói hajlandóságra ugyanis motiválóan hat, ha egy párt és annak jelöltje jól szerepel a méréseken. Ezt láttuk egyébként a tavalyi országgyűlési választáson is, ezt láttuk az európai parlamenti választásnál is, és ezt látjuk most is. És nyilvánvalóan azok a kisebb intézetek, amelyek mondjuk nem tekintenek vissza nagyobb múltra, illetve valóban egy irányba dolgoznak, azok megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy azokat a politikai közösségeket, amelyekhez kötődnek, azokat felülmérjék, ezáltal motiválva azokat a választókat, amelyek ezekre a pártokra szavaznak. Farkas Őrs a Medián legfrissebb adataira reagálva azt mondta, nem reális, hogy Tarlós István főpolgármester és baloldali kihívója Karácsony Gergely fejfej mellett áll a kampányban. Részben szerinte azért, mert Zugló polgármesterének népszerűségét bizonyára rontották a kerülete pénzügyeivel kapcsolatos botrányok és a nemrég napvilágot látott leleplező hangfelvétel. Részben pedig azért, mert a baloldal főpolgármester jelöltje évekig dolgozott a Medián kutatási igazgatójaként. Így szerintem nem meglepő, ha a cég kozmetikázott adatokkal segíti Karácsony Gergely kampányát.